Egyébként, hogyha Facebookra kiírtam a április hónap kérdését, hogyha minden hónapban van hónap kérdése, és ott az jelenleg most az a kérdésünk, hogy mit gondoltok, milyen lesz a LEGO Worlds nevű sandbox stílusú videójáték, ami ugye elvileg idén jelenik majd meg. Biztos sokan láttatok már róla videókat, és most ugye az a kérdésünk a Facebookon, hogy mit gondoltok róla, milyen lesz, mi az eddigi benyomásatok, azért hogy ez fontos megemlíteni, hogy ez még csak egy beta verzió, ami jelenleg elérhető, és a végleges verzió az remélhetőleg egy jobb kiadás lesz már, és a jelenlegi hibák azok javítva lesznek, illetve ugye még több játék elemet fognak beleépíteni, mint ami a bétában van, tehát ez még egy ilyen korán semmi végleges verzió, ami jelenleg elérhető. Mindössze csak ugye azért bocsájtották ki, hogy a játékosok tudják értékelni, illetve hogy tudjanak ötleteket adni a készítőknek, hogy mit látnának még benne szívesen, mit lenne érdemes még javítani, és a többi, hogy ugye amikor ténylegesen megjelenik, akkor már egy klassz játékot kapjanak készhez a játékosok. Úgyhogy akkor ebben a kérdésben várjuk véleményeteket a Facebook oldalunkon. De hát aki ugye még nem lájkolt a Facebook oldalunkat, azt tudjuk javasolni, hogy tegyen meg, mert ott vannak mindig a legfrissebb információk a csatornával kapcsolatban, illetve hogy mikor várhatóak videók, csatornafejlesztések, mit tudom, a mikrofon ügy, ami ugye most volt nemrég, hogy arról is tettem fel képet meg információkat, akkor vannak ugye a hónap kérdéseink, és hát majd természetesen még bővül a Facebook oldalunk is majd ezzel-azzal, majd amint lesznek ötleteink, hogy miket lehetne ott megvalósítani a Facebook keretében, akkor az is bővítése fog majd kerülni, kicsit interaktívabbá tesszük. Természetesen üzeneteket nyugodtan küldhettek, ez megengedett. Illetve azt hiszem, hogy a izé az most nincs engedélyezve a bejegyzés írása az oldalra, de akkor szerintem azt is lassan feloldom. Mert még nyáron, mikor megcsináltam a Facebook oldalat, akkor az úgy lett beállítva, hogy a bejegyzéseket nem lehet írni, csak ugye üzeneteket lehet nekünk küldeni. De szerintem akkor beállítom ezeket a bejegyzési funkciót, tehát ezt a bejegyzési funkciót is, és akkor tudtok majd nekünk ott, illetve egymásnak is írni dolgokat, amiket szeretnétek. De egyébként összességében az utóbbi időben szépen bővült a Facebook oldalunk lájkolása is, szóval már lassan azt hiszem 40 ember lájkolja a Facebook oldalat, ami egyébként azért szerintem az úgy szép, mert az általánosan ugye a Facebook oldalat az kevesebben szokták lájkolni, mint a YouTube, mint amennyien fel vannak iratkozva a csatornára. De a 40 az már egy olyan szám, amivel így azt mondom, hogy megbékélek. És hát azért még összesen szeretnénk, hogy még növekedjen ez a dolog, mint YouTube-on, mint Facebookon. Nem lenne rossz egy jó kis LEGO közösséget ugye összehozni. És hát igazából időközben, mióta nem videóztam ugye a legutóbbi Harry Potter óta, azóta már összegyűlt a 700 feliratkozó is, úgyhogy egy újabb százas léptünk úgymond át, egy újabb százas határt, úgyhogy én nagyon szépen szeretném is megköszönni most ez alkalommal. Igen, a felvétel elején ezt elfelejtettem megtenni, de most, hogy eszembe jutott, akkor már mondom, hogy köszönöm szépen gyerekek, királyok vagytok, várunk titeket továbbra is szeretettel, és nyomatjuk tovább ezt a LEGO témát. Na hát akkor megérkeztünk Aragókhoz, a drága jó óriás pókhoz. Most akkor ugye Harry megkérdezi, hogy ő támadta meg őket ott a kastélyban, de hát Aragó megmondja a választ, hogy nem, a baziliszkusz volt, viszont ha már itt vagytok, akkor ha nem bánjátok, meg is ennénk titeket. Mi viszont ezt természetesen egy kicsit azért zokon vesszük, úgyhogy ezt annyira nem szeretnénk, hogy megélnek minket a óriás pókok. Úgyhogy akkor most ittan gyorsan le kell győznünk Aragógot és gyermekeit. Illetve még a pénzt össze kell gyűjteni gyorsan, mert hát azért még nem vagyunk ám meg a True Wizard gyűjtésével. Valahol kéne találni egy 10000-est. Nincsen itt eldugva valahol? Itt van egy diák bajba, egy bajba jutott diák, akik most szépen ki is mentek. Ami egy újabb aranylegó lesz majd nekem a pálya végén. Na, most kéne nekem Ron, mert Harryt elkapta Aragóg a pókfonállal. És az viszont nem vicces dolog. Gyorsan Ron, Harryt menj meg, mert beleszünk ide hálózva, keményen. Na nézzük, itt vannak százasok, jól van. Ajjajajajajajaj, vesztem a pénzt a sérülésektől. Aragógot ki kell lőni ezekkel a pókokkal. Így né. Ettől sérül, de most hoppá, egy kicsit mellé céloztam, úgyhogy nem sikerült eltalálnom. Kicsit tovább kéne gyűjtögetnem még ezeket a
pénzeket viszont. Első sorban. Ajajajajajaj, nagyon rosszul állunk életerőjéleg. És nagyon küldi rám ezeket a hálókat is. Úgyhogy Ron, gyerünk! Állj, ebből halál lesz és pénzvesztés, ha ez így megy tovább. Na, erről van szó, 2000-et vesztettem csak ezzel a sérüléssel, ezt nagyon nem szeretem, ugye? Ajajajajajaj, lesznek itt még bajok. Nagyon sok pók jön, az a baj. És a pénz viszont nem gyűlik olyan iramba, hogy azt én szeretném. Kicsit nehezen akar összegyűlni. Még nem vagyunk 90%-án sem, viszont még lesz azt hiszem egy szakasz a pályának, ahol a Ronék régi kocsiába menekülünk, ugye a repülő kocsival, amivel ide is jöttünk a Roxfordba ennek az évnek az elején. Na jó, akkor most viszont tényleg Aragognak visszaszolgáltatom az egyik kis pókot. Na végre sikerült kicsit megsebeznem őt. És akkor még két életerejét kell levenni, illetve Harryt meg kell menteni ebből a hálóból. Jó van, Harry kijött. Volt oly kedves, és akkor most következő pók. Lesze még egy életereje van ennek a ronda nagy póknak. Közben szerintem én is összegyűjtöttem minden pénzt, amit csak lehetséges. Na és akkor küldjük rá vissza ezt az utolsó pókok is, nagyon gyorsan van, hogy föl kéne emelni, és akkor hajrá, így né, kész vagyunk. Igazából Aragogot különösebb nehézségek nélkül el lehetett győzni, igazából a gondot itt ugye a többi pók jelentette. És még nincs vége. Most következik egy ilyen menekülő szekvencia. Na de itt van a felmentésünkre a jó öreg Ford Anglia. Amivel most szépen el fogunk innen spriccelni. Hoppá, Harry egy motorral fog menni. Mi van? Na nem rossz. De én maradnék a kocsinál. Ajaj, jaj ne. Könyörgöm, ne legyen olyan rossz az irányítás, mint a Lego Indiana Jones 2-nél, mert akkor öngyilkos leszek. Na jó, csak vissza tudok menni, ott van egy gyűjthető. Igen, ezeket a házakat, ha szétromboljuk, akkor ezeket lehet így gyűjteni. És ebből lesz majd nekünk egy pajzsunk minden bizonnyal, úgyhogy ügyeljünk rá, hogy ouch, köszi a ragóg, rendes vagy. És persze a pénzt is gyűjteni kell még, mert az, hogy az még nincs meg. Úgyhogy figyeljünk oda az ezresekre, illetve ezekre a házakra, mert azért ebből jön a pénz. Hát azért persze felborultunk. Azért ezek a, azért ez a Lego Indiana Jones 2 féle borzalmas kocsi irányítás még mindig fenn áll sajnálatos módon. Ott még van egy pár ezres, azt össze kéne ott. Köszi, szeretlek, igen. Na, menjünk csak vissza azokat az ezreseket, én ezt akarom ám szedni. Ez egy pók van itt a kocsim tetején is, úgyhogy ez rendkívül jó hír számomra. Köszi, hogy megint megcsókdostál. Na, menjünk tovább. Hol van a következő ilyen fabódi, amit rombolni kéne? Még kell, hogy legyen. Még határozottan kell, hogy legyen, és nem szeretnék egyet se kihagyni. Aj, már megint hagyjál már engem. Itt ártottam én neked. Nézzük, hol vannak ezek a házak. Ott egy ház, fordulunk. Megint el fog kapni ez a büdös pók. A fene egye már meg. Nem igaz. Gyerünk, vissza. Ez az 3-5, még kettőt kéne találni valahol. Ez az irányítás, azt a minét láttátok, ez mi volt? Atya, úristen! Na hát végül is csak meghaltam, vagy vissza kéne ülni ebbe a kocsiba. És akkor tovább keresni az új épületeket. Na hol vagy? Ott van egy fordulás. Majd hagyjál már engem békén. Nem érdekel, nem akarok veled szórakozni. Büdös pók. Nézzétek, ez katasztrófa. Rosszabb, mint a Lego Indiana Jones 2-ben igazság szerint. És a pók az hogy tud engem elkapni, amikor tőle 5 méterre vagyok? Wow! Ez nagyon fair húzás volt már megint a játéktól. Imádom az ilyen kis cukiságait, mikor ilyeneket csinál velem. Na akkor, akkor... Utcsó ház, hol vagy? Utcsó fészer, házikó. Ott van, vegyünk, fordulunk, és ott egy 10-re, persze, azért egyszer még el kell kapnia mindenképpen. Na forduljunk csak meg, és 10-es is van, nagyon jó, és megvan a pajzs is, tök jó. Két pajzsdrobot tudtunk összeszedni, és egy diákot is megmentettük, ha jól emlékszem, mi volt a pókoknál, úgyhogy akkor összességében egy 3 aranylegót fogunk a pálya végén összeszedni. Akkor most váltsunk Harryre, mert vele még nem ment. De hol van Harry? Nem tudok váltani Harryre. Harry szerintem már rég kijutott egyébként az erdőbe, míg mi itt szerencsétlenkedtünk a
faházak elpusztításával. Na azért csak itt van Harry barátunk is, akkor most váltok Harryre. Harry, gyere ide, nem tudok váltani Harryre. Akkor valószínűleg csak akkor elérhető, hogyha ketten játszanánk a játékkal. Na de végre sikerült kijutni. Be a tökök közé, ismét egy tök jó landolást. És akkor Ronból egy tök fej lett, gondolom. Így van. Hát végül is a feje az elég narancssárga, így is. Hát ez a fej, ez nagyon komoly. Na, hoppá hoppá, Harry megtalálta, hogy a baziliszkusz ugye a kamrában lévő szörny, mert ezt Hermione már kitalálta korábban is. És akkor kész van az ötödik pálya és a második Harry Potter filmből. Nézzük, feladatunk egy karaktert is, két pajzsdarabot szereztünk. Igen, ez ugye sikerült összeíteni a True Wizard-t, ezt most lenyomjuk, mert ezeket fölösleges végignézegetni. Ezt is megtettük a diákunkat. És akkor 3 aranylegót kapunk, 43 lesz összességében, az szerintem az jó. Jó, és hogyha még megcsináljuk az utolsó pályán a True Wizard-ot és a, ugye magát a pályát, akkor 45 legóval zárhatjuk szerintem majd ezt a filmet összességében. Na nézzük csak. Igen, az volt ez a pillanat, amikor egy újabb üzenet jelent meg a falon, hogy Ginny Weasley-t elrabolta a szörny és magával vitte a kamrába. És ugye Lockhartot akarják megbízni a feladattal, hogy mentse meg Ginny-t, és hát végezzen a szörnyel is. Na de akkor megyük az irányt. Ismételten Hisztis Mirtil mosdója felé, vagy mégsem arra megyünk? Ja nem, persze, először el kell mennünk Lockharthoz. Hiszen ugye elvileg segítenünk kéne Lockhartnak, hogy tud bejutni a kamerába, és akkor majd észreveszünk, hogy Lockhart annyira nem tervez bejutni a kamerába, hogy inkább el akar menekülni, minél gyorsabban. Úgyhogy akkor menjünk is ide Lockhart bácsihoz. Aki igen sevesen pakol, hogy lelépjél minél hamarabb. A nagymenő Lockhart, ennyit érsz, semennyit. Hát igen, 2-1 ellen azért nem fog menni Lockhart, mert ha az egyiküket meg is átkozod, akkor a másik cserébe ad neked egy gyönyörű átkot. Hirtelen de nagy lett az arca. De persze, mutatja annyira, hogy gyertek, erre van a szörny, gyertek csak ide be. Na hajrá, ismét Hisztis Mirtil mosdójába fogunk kezdeni, immár harmadszor kezdjük itt a pályát. 6 pályából 3-at itt kezdünk, azért az nem rossz. És hát akkor most bejutunk szépen a titkok kamrájába, mindjárt kinyitjuk ide a bejáratot, amint a pénzt összegyűjtögettük. Elsődleges feladatunk ugye megtalálni, hogy hogy is kell oda bejutni, mert azt még azért nem tudjuk egyelőre. A szörnyet már tudjuk, hogy egy baziliszkusz, ami egy óriás kígyó. Aki a szemébe néz, az rögtön szörnyet hal. Egyébként azt tudtátok, hogy a baziliszkusz az tényleg létezik? Majd létezik egy olyan nevű állat, hogy baziliszkusz, azzal a különbséggel, hogy ez nem egy kígyó, hanem egy gyíkfajta. Méghozzá egy olyan gyíkfajta, ami olyan könnyű lépti, hogy tud futni mindenféle gond nélkül a víz felszínén. És most ide rakok is be nektek egy képet, hogy lássátok, hogy miről is van szó. Most látok egy képet, szóval ez a baziliszkusz. És mint mondtam, ugye ez tud futni a víz tetején. Szerintem cuki kis állatka lehet. A lényeg az, hogy semmiképp nem olyan halálos és veszélyes, mint itt a Harry Potter féle baziliszkusz. És ugye, mint látjátok, csöppet sem egy kígyóról van szó. Úgyhogy nem tudom, hogy a kedves jó J.K. Rowling az mi alapján adta a baziliszkusz nevet ennek az állatnak, ugye a Harry Potter írónője. De szerintem ez az ő dolga. Ezzel mi ne fárasztjuk magunkat fölöslegesen, bár a kérdés szerintem jogos, hogy miért pont baziliszkusz, és miért nem egy kígyó nevét kapta ez a szörny. Mondom, nem akart még egy kígyónevet adni, és ha már van egy piton a játékban, tehát ha már van egy piton a Harry Potterben, akkor ne legyen már még egy kígyó nevű lény benne. Igaz, a piton az csak magyarul piton, mert ugye angolul őt egyébként úgy hívják, hogy Snape. Hát magyarul ugye Perseus Piton, angolul pedig Severus Snape. Tehát hogy végül is angolul nem Piton a Piton.
Na, söprögessünk itt buzgón. És hirt is mirtél, most hirtelen szerelmes lett már Harrybe, érdekes fordulat. Az előbb még meg akart minket haigálni mindenféle fürdőszobai elemmel. Nem tudom, mi ez a hirtelen pálfordulás nála. Érdekes. Hát akkor dolgozunk tovább azon, hogy bejussunk a kamrába, mert ez még nagyon csak nincs megoldva. Na hát itt egy rögtönzött lépcső, menjünk föl rajta, 10 000-es az nagyon jó, és akkor már is minden 40%-nál járunk. Na azt mondja, hogy aha, azt a csövet ott meg kell kicsit így szerelni, hogy a Matkesz patkányát majd be tudjuk küldeni. Na ez meg micsoda? Egy kuka. Aha, és volt benne egy ilyen vizes üveg. Sok más, úgy látom, hogy nem jó. Még egy-két további pénz van benne. Ebből a virágcseréből nem jön ki virág. Érdekes. Elkezdem, muszáj kicsit indom, mert már megint száradok kifele ezerrel. Na akkor, akkor. Küldjük be egyelőre szerintem rom patkányát, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk egyelőre alakítani. És hogy akkor váltsunk is Makeszra. És te pedig takarodj befele oda. Mirtil meg közben úgy nézi Harryt, mint hogyha ilyen istent látnak. Katasztrófa szerintem ez a lány. Aha, és akkor azt kell ott megnyomni a patkánnyal, hogy valami reakciót kiváltsunk itt. Lehetséges, hogy megint egy WC-t fogunk felrobbantani, vagy valami egyéb fantasztikus dolog. Hát kígyók jöttek ki a WC-ből, hát... miért is ne? Igazából szerintem játszunk egy kicsit Lockhart-tal is, ha már itt van ez az ember, akkor aktivizálja magát. Ne lustálkodjon itt fölöslegesen. A Lumos talán még ő is tudja használni. Jár a taps neki. Sőt, én úgy látom, hogy még a reduktót is tudja használni, hogy az ezüst tárgyak elpusztítására szolgáló varázsigét. Szét is nézek egy kicsit, hogy nincs-e valahol itt egy ezüst tárgy, hát ha tudunk törni valamit. De én nem látok sajnálatos módon ezüstöt most sehol sem. Úgyhogy akkor ezt most kihagyjuk.